Tisztelt partnereink! A Corteva Agri Science kollégáim is a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket az online konferencia sorozatunk nézői között. Mai konferenciánk programja fókuszban a kalászosok. Ezeket a rendezvényeinket ilyenkor télen a különböző helyszíneken személyes találkozóval szoktuk megrendezni, melynek során bemutattuk legújabb fejlesztésű készítményeinket, a Pioneer legújabb kukorica vagy napraforgó vetőma kínálatát. Jelenleg a járványügyi helyzetre tekintettel ezt nem tehetjük meg, így most virtuálisan itt a Corteva irodájában berendezett stúdióban plexifal vagy különböző járványügyi óvintézkedések betartása mellett tartjuk meg online konferenciánkat. Köszönjük, hogy regisztráltak rendezvényünkre, és részvételükkel megtisztelik programunkat. Hamarosan kezdünk. Tisztelt partnereink! A Corteva Agri Science kollégáim és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket online szántóföldi konferencia sorozatunk mai adásán fókuszban a kalászosok címmel. Ebben a járványügyi helyzetben nem tarthatjuk meg szokás szerinti rendezvényeinket személyes találkozással, ezért most virtuálisan itt a Corteva irodájában látjuk vendégül Önöket. Plexifallal és egyéb védő berendezésekkel a járványügyi helyzethez szükséges óvintézkedések megtartásával. Én Rik István vagyok, a Corteva Agri Science magyarországi marketing vezetője. A mai programunkat új innovatív termékek és felkért előadók színesítik és teszik érdekessé. Előadásainkat részben innen az irodánkban berendezett helyszínről, részben külső helyszínekről fogjuk közvetíteni. A mai programunk során új, innovatív termékeink mellett természetesen szó fog esni olyan megoldásokról, amelyek már régóta a piacon vannak, de jól bevált megoldásokat jelentenek a kalászosok védelmében. Ilyenkor a programunk során a legfontosabb, hogy minden olyan információt, ami a legújabb kutatás fejlesztési eredményeket jelenti a részünkre, azt megosszunk Önökkel, de egy új innovatív környezetet jelent számunkra egy ilyen online térben történő rendezvény biztosítása is. Kérem, tekintsék meg, hogyan készültünk mai programunkra. Tisztelt partnereink! A Corteva Agri Science kollégáim és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket online konferencia sorozatunk mai programján. Köszönjük, hogy regisztráltak rendezvényünkre, és most bekapcsolódtak adásunkba. A mai programunk első előadására felkérem Borsos László ügyvezetőnket a Plexifal túloldalán, hogy a Corteva Agri Science 2030-ig szóló fenntarthatósági célkitűzéseit ismertesse velünk. Köszönöm szépen, István. Nagy tisztelettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Örülök, hogy ilyen nagy létszámmal sikerült csatlakozni a mai konferenciánkhoz. És ugye a cég hosszú távú terveiről egy pár szót szeretnék mondani, mielőtt a részletekbe mennénk, és a kollégáim az új termékekről és a technológiáinkról tudnának újabb információkat átadni Önöknek.
Ugye ami fontos, és a cég szempontjából az elkövetkezendő 10 év időszakát nézve egy fenntartható mezőgazdaság szempontjából érdekes és fontos mérföldköveket kialakító programot hoztunk létre, amelynek nagyon sok alapegysége van, és ezek az alapegységek mind külön-külön pontokra szedve még mélyebben, még konkrétabban meghatározzák, hogy milyen lehetőségeket szeretnénk kihasználni, és milyen úton és milyen módon tudunk kooperálni a mezőgazdaságban dolgozó partnereinkkel. Természetesen, hogy az előző két előadás folyamán, ugye egy héttel ezelőtt, amikor a napraforgó volt a tematikus webkonferenciánk, akkor is már említettünk olyan terméket, amelyek hasznosak és hozzá rendelhetők ehhez az új célkitűzésünkhoz. Itt ugye a gazdálkodók életminőség javítása és a közösség életminőség javításának a figyelem felhívására mondtam el a Viballa márka nevű készítményünket, mely a napraforgóban ugye egy nagyon komoly probléma ellen, ugye az ambrózia fertőzés ellen ad egy kitűnő megoldást és egy új lehetőséget. Ugye a másik konferenciánk, ami rá két napra kukorica tematikával foglalkozott, ott pedig a nitrogénmenedzsment és a vízgazdálkodással kapcsolatos területekről beszéltünk. Itt ugye az Ellok márka nevű készítményünknek a hasznos tulajdonságait mondtam el és ecseteltem, és hívtam fel a figyelmet arra, hogy érdemes ezekkel a technológiákkal, ezekkel az új megoldásokkal dolgozni. Ugye az idei, vagyis hát a mai nap és ugye az idei évnek az egyik fénypontja is lehetne a kalászos kultúrák, ahol ugye több új termékkel is jövünk a magyarországi piacra. Itt én most hármat fogok majd megemlíteni. Ugye ezek hogyan csatlakoznak ehhez a fenntarthatósághoz? Ahogyan már beszéltünk róla az előzőekben, ez a hármas környezeti hatás, tehát a környezet, az élelmiszeripar és a termelői hármas egységben, ugye a Kortevával a központban, a mostani termékekről inkább a szermaradék, határérték, az engedélyeztetések betartás és a rezisztencia kezelés szempontjából emelném ki ezt az új lehetőséget, hiszen az új termékek, amelyeket most regisztrálunk, egyértelmű, hogy a legaktuálisabb feltételeknek, a legfontosabb környezetvédelmi kritériumoknak megfelelő termékeknek kell, hogy legyenek. És ugye abban, hogy a Corteva magyarországi piacra tud hozni a kalászosban két új gyomírtószert, ugye az mutatja azt, hogy ezeknek a kritériumoknak meg tudunk felelni, ráadásul nagyon jó és új technológiai elemként, új formulációval is jelentkezünk a magyarországi piacon, ami a Quelex és a Rexad márka nevű készítményekről szól. És hát ami nagyon fontos ebben a két technológiában, a részletekről majd Domonkos kollégám fog beszélni, hogy nagyon alacsony dózisról tudunk beszámolni, tehát 50 g per hektáros dózissal működnek ezek a termékek. Ugye itt nem csak a termékeknek az alacsony környezetterheléséről tudunk beszélni, hanem járulékos plusz hatásaként, hogy a logisztikát, hogyha figyelembe vesszük, a szállítási költségeknek a csökkentésébe is élen járhatnak ezek a termékek ezzel az alacsonyabb dózissal. Ugye, ami még egy fontos rész, és ugye mivel kalászosokról beszélünk, egy újabb termék, amit szeretnék bemutatni, ezt majd a nyár folyamán lehet megvásárolni, hiszen őszi kalászosok csávázásáról szól elsősorban ez a termék. Egy starter műtrágyáról, egy magtrágya csávázószerről beszélünk. Ugye tudjuk nagyon jól az előző szezonokból, hogy ilyen starter magtrágyát a kalászosokon kívül eddig a repcében, a napraforgóban és a kukoricában hozott már a Corteva, és a termékeire már fel is tette. Most egy újabb lépés, hogy a kalászosokban is lesz egy ilyen lehetőségünk. Ez a termék, mivel magtrágyáról beszélünk, ugye egy alacsony kijuttatási dózisú, ugye tonnánkénti kijuttatásról beszélünk, nagyon alacsony mennyiségről szól, és a természetesen ugye nagyon jól segíti a korai fejlődési erejét a kalászosainknak, az őszivetési kalászosoknak, ami aztán segít majd ahhoz, hogy a tavaszi időszakban jó kondícióban levő, áttelelő kultúráink gyorsan el tudjanak indulni, és gyorsan növekedésnek induljanak.
A kísérleteket ugye ősszel elindítottuk, látható már most, hogy az őszi időszakban is serkenti a gyökér és a hajtás fejlődést, és ezt követjük nyomon most a tavasz folyamán is, és természetesen ugye betakarításra az eredményekkel rendelkezésre tudunk állni, és meg tudjuk mutatni, hogy milyen pluszt hoz ez az új termék, és ebből adódóan majd az őszi Corteva technológiát az őszi kalászosokban már akár a csávázószerrel lehet indítani, nem csak az őszi gyomírtással, hanem az őszi csávázással, aztán őszi gyomírtás, aki akarja természetesen tavaszi gyomírtás és gombaölőszeres kezelések. Tehát végig tudjuk vinni az egész fejlődési ciklusát a kalászosoknak Corteva termékekkel. Nagyon fontos időszak még a megújulás szempontjából, hogy az AgroAssist applikációnk is új színezetet kapott egy ráncfelvarráson esett keresztül, és újabb technológiával és újabb adatokkal tudunk segíteni a gazdálkodásnak. Ugye ehhez, amit tenni kell, aki használta az AgroAssistot az elmúlt 4-5 évben, ugye ez több mint 10 000 felhasználót jelent, arra szeretném őket kérni, hogy töröljék le a régi applikációt a mobiltelefonjukról. Ezt megtéve utána, hogy az App Store-ból vagy a Google Play-ből a Corteva AgroAssist új applikációt pedig tegyék föl, és ugyanazzal a jelszóval, ugyanazzal a bejelentkezéssel, eddig bevitt adataik megtartásával tudják továbbra is használni majd ezt az új applikációt. Bízom benne, hogy nagyon jó és hasznos információkat tudunk ezen az applikáción keresztül is közölni mindenkivel, nem csak az időjárás adatokat, talajhőmérsékletet, hanem egyéb aktualitásokat is, és önök is tudják használni ezt az applikációt a saját gazdálkodásuk regisztrálására. Nagyon fontos még azt megemlíteni, hogy a termékeink biztonságos felhasználása első számú prioritás a Corteva életében is. A biztonság az első, tehát ezért kérünk mindenkit arra, hogy a termékeinket úgy használja, ahogyan a kollégáink és a címke ajánlata bemutatja, és ezekre mindenki kiemelt figyelmet fordítson, hiszen így tudjuk a gazdálkodásunk alkalmával ezeket a termékeket azon a szinten és úgy használni, ahogyan ezeket kell, és így fogják mindenki számára a legjobb hatékonyságot biztosítani, és ezzel a gazdálkodásukat még jobbá, még hatékonyabbá tenni. Köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek további jó figyelést kívánok, és hasznos információt a kollégáimtól. Köszönjük szépen Borsos László, a Corteva ügyvezetőjének előadását a Corteva 2030-ig szóló fenntarthatósági célkitűzéseiről, és kaptunk egy kis kitekintést, hogy hány új és érdekes innovatív megoldással készültünk a mai kalászos programunkra. A mai programunk címe Fókuszban a kalászosok. A kalászosok gabonák őszi vetését azonban eléggé hátráltatta a hirtelen csapadékosra váltó őszi időjárás, így a vetésterület eléggé elmarad az eredetileg tervezettől. Ugyanakkor az is egy kérdés számunkra, hogy ez a csapadékos időjárás vajon hogyan befolyásolja a kalászos gabonák termését veszélyeztető gyomok a gyomosodás helyzetét, különösképpen az egyszikű gyomokra tekintettel, melyekre a csapadékos időjárás az jelentősen kedvező hatású. Felkérem Hornyák Attila, a Nógrád megyei növény- és talajvédelmi Nógrád megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya herbológusát, hogy tartsa meg előadását a kalászosok aktuális gyomviszonyai és a gyomnövények elleni védekezés lehetőségei címmel. A kalászosok múltja, jelene, jövője Magyarországon a vetésszerkezetben betöltött helye évtizedek óta nem változik. Azt lehet mondani, hogy egy közel 1 millió hektáron termesztjük a Magyarországon a kalászosokat. Vannak évek, amikor 50-100-150 ezer hektárral több, az utóbbi években talán inkább kevesebb, mint 1 millió hektár. Termesztés technológiában igen komoly változások voltak az elmúlt 5-10 évben. Sokkal intenzívebben, sokkal komolyabb odafigyeléssel figyelik a gazdálkodók a gazdálkodás termesztését, és ez mind a gyomírtószer
felhasználás, illetve a gyomnövények elleni védekezésben is tapasztalható. A gyomnövények szerepe szerencsére vagy sajnos továbbra is igen komoly latban esik a kalászosok termesztésénél, független attól, hogy minden lehetőségünk adott, a gyomnövények szerepe továbbra is nagyobb, sőt azt lehet mondani, hogy az elmúlt 5-10 évben még nagyobb, mint amit megszokhattunk a 10-20-30 évvel ezelőtt. Milyen lehetőségei vannak a gazdálkodóknak a gyomnövények elleni védekezésben? Az agrotechnikai lehetőségek teljes palettája rendelkezésre áll, így a talajelőkészítés, az elővetemény kérdésköre az továbbra is igen jelentősen latba esik. A talajelőkészítésben sajnos tapasztalunk negatív hatásokat, negatív visszaeséseket, mind az időjárás, mind pedig a művelési mélység, illetve a művelésnek a tökéletességében. Az előveteményben sajnos több esetben igen komoly problémák, hiányosságok vannak, mivel a gazdálkodók nem minden esetben előírás szerint végzik az előveteménynek az összeállítását se, és az előveteményben történő gyomírtásokat, gyomszabályozásokat sem úgy végzik, ahogy az előírás szerint kellene, hogy történjen. Hát a gyomma készletben sincsen az én tapasztalatom alapján pozitív előrelépés az elmúlt 5-10 évben. Talán még magasabb gyomma készlettel rendelkezünk, mint 30-40 évvel ezelőtt, és ez megfigyelhető a gyomok csírázásában is, illetve az időjárás is komoly befolyással van azzal, hogy milyen csírázó gyomnövényekkel találkozunk. És vannak olyan gyomnövények, a veszélyes gyomnövények között is jó páran, amit ha egyszer-kétszer egy év során elengedünk és hullatja a magjait a gyomnövény, akkor 40-50 évig a talajban a gyommag készletet gyarapítani fogja, mert ki fog csírázni, és a csírázásával komoly gondokat, problémát fog tudni okozni. A komplex technológiában az agrotechnikai lehetőségek mellett a herbicidek alkalmazása is igen komoly latban kell, hogy essen, és igen komolyan oda kell figyelni, mind az előveteményben, ahogy említettem a kalászosnál, is igen fontos, hogy milyen előveteményen volt. Igen fontos, ha kalászoson volt, akkor a tarlón megfelelő védekezést alkalmazzak, reméljük, hogy a jelenleg használt tarlón tökéletesen az egy és kétszikű gyomok ellen használható herbicidünk meg fog maradni, és szerencsénkre a kalászosokban mind ősszel, mind tavasszal megfelelő lehetőségünk van a herbicidek alkalmazására. Mely gyomnövények ellen kell, vagy kellene még nagyobb hangsúlyt, vagy nagy hangsúlyt fektetni, mert veszélyes gyomnövény, vagy azért, mert komoly problémát okoz a termesztés technológiában. Nézzünk néhány magrókelő gyomnövényt. Az egyszikűek közül a nagyszéltippan, a vadzab, a rozsnokfajok és a vékony egércsenkezt említeném meg, mint a leginkább súlyos problémákkal rendelkező veszélyes gyomnövény. A kétszikűek között az árvakelésű napraforgót, az epszikfüvet, a parlagfüvet és a tyúkkúrt említeném, és az évelő gyomnövények közül a taracbúzát, a mezei acatot, a szulákféléket, a fekete ürmet és a sejemkórót. Természetesen vannak olyan területek az országon, ahol más gyomnövények is vannak, meg vannak olyan területek is, ahol igazából esetleg nem is ismerik döntően ezeknek a gondjait, problémáit, de őnekik is fel kell készülni arról, hogy ezek jelen vannak. Itt az előzetes gyomfelvételezési adatokról egy táblázatot szeretnék mutatni a legutóbbi gyomfelvételezéssel kapcsolatban is, illetve az elmúlt 40-50 évben a gyomfelvételezések szerepének a felsorolásában. Ezt egy gondolatébresztőben szeretnénk csak felvillantani, illetve azt a tendenciát szeretném arra a tendenciára szeretnék rávilágítani, hogy független attól, hogy amit az előbb elmondtam, hogy mind az agrotechnikai, mind pedig a gyomírtószeres, gyomszabályozási herbicid palettánk ott van, és őrületes mennyiségben tudnánk hasznosítani az ott szerzett tapasztalatokat. Sajnos a gyomfelvételezés adatai nem ezt mutatják, hogy visszaszorulóba lennének a gyomnövények, hanem sajnos mind az egyszikű, mind a kétszikűekben komoly erőletörések vannak, komoly rangsorbeli átrendeződések vannak, de gondolatébresztésképpen én csak ennyit szeretnék ezügyben mondani, lesz majd későbbi időszakban részletesebb ismertetés is mások részéről. De most nézzük azt, hogy milyen kalászos gyomírtási technológiák vannak, és a fontosságukat miért is próbáljuk erőltetni, és miért is próbáljuk napirenden tartani. Az őszi és a tavaszi herbicid használata kalászosoknál, az őszi vetésűeknél az őszi és a tavaszi herbicid használat, a tavaszi vetésűeknek pedig egyértelműen a tavaszi herbicid használat, ez én véleményem szerint elengedhetetlen.
Az őszi herbicid használaton már túl vagyunk, a tavaszi pedig még előttünk áll, de az őszinek a tapasztalata sajnos azt mutatja, hogy sok esetben nem tudtuk megtenni azokat a védekezéseket, amiket szerettünk volna elvégezni, mert az időjárás sajnos olyan volt, amilyen nem a herbicid és a gyomirtószerek kiutatásának a optimális időszaka. Milyen gyomnövények ellen kellene nagyobb odafigyelést tenni? Az előző táblázat is mutatta ezt az előretörést, de mutatnék néhány olyan fényképet, ami igenis próbálja alátámasztani azt, hogy gond és probléma van a kalászos területen a egyszikűekkel. Hát a pici piros nyilakat lehet látni, előfordulhat, hogy a pici piros nyilakra nem is látjuk, hogy mi van mellette. Ez szokott előfordulni akkor is, amikor csak az út széléről rákukkantunk a őszi búzatáblánkra, és azt látjuk, hogy minden rendben, mert nincsenek benne gyomok. Lehet, hogy a kétszikűeket nem látjuk, de az egyszikű gyomnövények ott lapulnak, jó érzik magukat, tápanyagot, nedvességet vesznek el a kultúrnövényemtől, ami biztos, hogy veszteséget fog okozni. Igenis le kell hajolni, hogy ne csak a kis piros nyilacskákat lássuk, hanem lássuk ott a jelen esetben a vékony egércsenkesz fejlődő egyedeit is már ősszel. Mert ha ősszel ezt nem teszem meg, akkor tavasszal ilyen kép fog esetleg elénk tárulni, amikor már késő ellene védekezni, és a legnagyobb problémát ott a jobb sarokban látom, hogy akár a gazdálkodó, akár az őt szakirányító azt mondja, hogy hát mi azt hittük, hogy nagy széltippan. Hát ezeket a növényeket fel kell tudni ismerni. Ha a gazdálkodó nem ismeri föl, akkor ismertesse föl a szakirányítójával, mert a szakirányítója azért van, hogy ezeket a problémákat is felismerje. Ha ő ezt nem ismeri föl, akkor sajnos a termelő elég komoly slamasztikába kerül már tavasszal, mert akkor már jelen esetben a vékony egércsenkesz ellen ebben a fenológiában, hogy a kép mutatja, nem fogunk tudni mit csinálni. A legnagyobb következő problémánk pedig az, hogy a betakarítást igen komolyan nehezíti a vékony egércsenkesz a területen. Sajnos a régi motorosok is ott vannak a kalászos kultúráinkban. Itt jelen esetben a nagy széltippant látjuk. Nem ilyenkor kell észrevenni a nagy széltippant se a területen, hanem jóval korábban, már ősszel. Ha ősszel észrevettük, de most nem tudtunk ellene védekezni, akkor 2021-ben igenis fog kellene védekezni, és mind a termelőnek tudni kell, mind pedig a szakirányítónak tudni kell, hogy az ő területe széltippannal fertőzötte vagy ne. Jelen esetben január közepén végén járunk, már most meg lehet oldani, hogy a területen kimegyünk, körülnézünk, mert ha ősszel ott volt a széltippan, akkor az ott lesz most is, és ott lesz februárban is, márciusban is, minél előbb védekezzünk ellene. Sajnos ott vannak a további egyszikűek is, mind a rozsnokfélék, mind pedig a vadzab. A rozsnokfélék közül is területtől függően ez a faj, az a faj és a harmadik, negyedik, ötödik faj is ott lehet. Megint csak a véleményem az, hogy ha a termelő nem ismeri föl, akkor a szakirányító ismerje föl. Ha a szakirányító nem ismeri föl, akkor vegyen belőle mintát, nézze meg, határozza meg, vagy keressen egy szakembert, aki rá tud ismerni, hogy tavasszal időbe tudjanak ellene védekezni, ha már az őszi védekezés elmaradt. Hát sajnos itt is a probléma az, hogy ebben az esetben már nem tudok mit csinálni. Ez nagyon szép egy kontroll parcellának, hogy így nézne ki a területem, hogyha nem lenne egyszikűek elleni védekezés, és ha ez így is van, akkor annak nagyon örülünk, hogy ez csak kontroll parcella, de ha nem az, akkor a termelő is és a szakirányító is igen komoly hiányosságokat követett el. Szerencsés helyzetben vannak a kalászos gyomirtásban a gazdálkodók is és a szakirányítók is, mert rugalmasan, hatékonyan föl lehet használni a gyomnövényekre adaptálva azokat az őszi és tavasszal kijutatható egyszikű elleni herbicideket és a kétszikűek elleni herbicideket, amelyeket gond és probléma nélkül fel lehet használni. A táblázatból is, illetve a képekből is látható, hogy sajnos ennek ellenére nem csökkent az egyszikűek és a kétszikűek fertőzöttsége is a kalászosokban. Ennek az okát meg kell találni. Én úgy gondolom, hogy nem a vegyszerek hiánya okozza ezt a problémát, hanem sajnos az, hogy nem ismerjük föl, akár a szaktanácsadó, akár a termelő nem ismeri föl, és innentől kezdve, aki nem ismeri föl, és aki nem kér tanácsot, én úgy gondolom, hogy ő a felelős ebben. Nem lehet válasz az, hogy én nálam nincsen gond az egyszikűekkel, mert a kocsiból én úgy látom, hogy nincsen vele gond. Gazdálkodó azt mondja, nincsen neki széltippan. Eltelik egy pár hónap, aztán kiderül, hogy brutális mennyiségű széltippan van, de mégse védekezett ellene.
Ezeket a dolgokat tavasszal még meg lehet oldani, de mind a termelőnek, mind a szakirányítónak képbe kell lenni, hogy milyen területtel van ellátva az adott gazdálkodó. Nem egy tábláját nézem meg, hanem az összes tábláját megnézem, ahol kalászos termel, mert ha látom és tudom, hogy ott van a széltippan, ott vannak az egyszikűek, ott vannak a veszélyes kétszikűek, akkor a technológiát fel kell építeni, és ez kell legyen a cél. Hogy ilyen legyen a betakarítás előtt a kalászos gabonám, hogy se a kalász fölött nem ringatóznak az egyszikűek, és ha széthajtom a kalászost, akkor a földön, a talaj felszíne fölött 10-20-30 centivel nincsenek egyszikűek, nincsenek kétszikűek, hanem szépen gyommentes az állomány. Ha így járunk el, akkor úgy gondolom, hogy sikeres évet fognak zárni idén is a gazdálkodók, és ezt kívánom én is, hogy sikeres évet zárjanak. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ha kérdés felvetődik, akkor megpróbálunk rá válaszolni, és megpróbáljuk azt, hogy mindenkinek sikeres gazdálkodási éve legyen 2021-ben is. Köszönöm szépen! A kalászosok gyomosodásának áttekintése rámutat, hogy a különböző táblákban az új megjelenő gyomnövények vagy a változó gyomosodás miatt különböző gyomirtási megoldásokra van szükség. Ugyanakkor egy-egy adott táblában az ALS gátló hatásmódú herbicidek alkalmazása évről évre több kultúrában is előfordulhat, amely monoton vegyszer használatot eredményez, ezáltal fokozza a herbicid rezisztencia kialakulásának veszélyét. Több kultúrában megjelenhet ez a technológia. Mit jelent ez? Igen, ugye nagyon fontos arra figyelni, hogy a vetésforgónál, ugye a gyomviszonyok ismeretében milyen termékeket használunk. Ugye itt az ALS gátló termékek, akár hogyha nézzük a kukorica napraforgó esetében, kalászosok esetében, repce esetében is megjelenik. Tehát figyelnünk kell arra, hogy ha már ismerjük a gyomokat és odafigyelünk, ahogy Attila is mondta, nem a kocsiból, hanem kiszállunk és megnézzük a területet, hogy milyen gyomok vannak ott. Ott érdemes a helyreadaptált technológiákat használni, amire ugye a Kortevának nagyon jó ajánlatai vannak. Tehát mindenféle gyomviszonyra helyreadaptálva tudunk megoldásokat nyújtani, és ha jól használjuk a termékeket, akkor nem csak a gyom konkurenciát iktatjuk ki, hanem még nagyobb esélyünk van arra, hogy a rezisztencia menedzsmentben, a rezisztencia kialakulásának a megelőzésében végezzünk fontos feladatot. Ugye ezt elfelejtettem a bevezetőbe mondani, hogy ugye ezek az új termékek nem csak az új standardekre jók és az új elvárásoknak felelnek meg, hanem új hatóanyagot is tartalmaznak. Tehát ebből adódóan a rezisztencia menedzsment szempontjából érdemes beiktatni ezt a technológiába, hiszen így megelőzhetjük azt, hogy ha már valami esetleg elindult a területen, akkor ezt még időben meg lehet fogni. Bízunk benne, hogy mindenkinek sikeres lesz ez a technológia és ez az új elem beépítése a kalászos gyomírtásba is. Igen, mindenképp szükséges egy új rezisztencia törő eszköz bekerüljön a kalászosok gyomírtásába. Egy olyan innovatív vállalat, mint a Corteva életében is egy rendkívüli nagy öröm, amikor hosszú évek vagy évtizedek kutatás-fejlesztési munkájának eredményeként új termékeket, vagy új terméket, új hatóanyagot tudunk bevezetni, és ez egy dupla öröm, hogyha most egyszerre két új termékről számolhatunk be. Felkérem dr. Lukács Domonkost, vállalatunk herbicid termékmenedzserét, hogy tartsa meg előadását a Quelex és a Rexat készítményeinkről. Szeretettel köszöntöm a résztvevőket. A két új termékről néhány gondolat erejéig szeretnék önöknek beszélni, de mielőtt erre rátérnék, még tovább bogozzuk egy kicsit ezeket a gyomosodási viszonyokat, hiszen ahogy az Attila előadásából láttuk, a legutóbbi gyomfelvételezésnek az előzetes eredményei már rendelkezésre állnak, és ebben azért vannak változások a kétszikű gyomfajokat tekintve is. Ami nagyon fontos, hogy a tyúkhur az első kétszikű gyomnövény közé került be a kalászosok kultúrában. Az örömlevelű parlagfű őrzi a második helyét. Fontos változás, hogy a borostyánlevelű Veronika is előre jött a sorban, és hát a kaporlevelű epszékfű, ami hosszú ideig vezette szinte az első helyét a kalászosok legfontosabb kétszikű gyomnövényei között az országos gyomfelvételezések során, az az ötödik helyre
csúszott. Fontos változás még, hogy a mezei acat is attól függetlenül, hogy még mindig jelentős gyomnövénynek tekintető, hiszen az első 10 kétszikű faj között, az első 10 gyomnövény között benne van. Ez egy évelő gyomnövény, tehát a kontrollja az nehézkes. Az ötödik helyről csúszott egy kicsit visszább a tizedik helyre, de még mindig jelentős a borítása az országos gyomfelvételezés adatai alapján. Nagyon fontos még mindig a libatop, a mezei szarkaláb, természetesen a ragadós galaj, seppforrasztó zsombor és a pásztortáska is. Ezekkel a gyomokkal kell nekünk szembesülni, és ahogy István is említette a bevezetőjében, a gyomflóra változás mellett még az időjárás változás is nehezíti a körülményeinket, és hát az a rezisztencia, aminek köszönhetően a gyomnövények egyre kevésbé érzékenyebbek, egyre kevésbé érzékenyek a korábban nagy mértékben használt gyomirtószerekre, gyomirtószer hatóanyagokra. A Corteva AgriScience az idei évben a Quelex nevű gyomirtószerrel kíván ezen a problémán enyhíteni. A Quelex az egy széles hatásspektrummal rendelkező gyomirtószer a kalászosokban tavaszi felhasználásra. Kiemelkedő hatékonysága van az említett legfontosabb gyomnövények ellen, mint a tyúkúr, a parlagfű, a kaporlevelő epszékfű, a pipacs, ragadós galaj vagy akár az árvacsalánfajok ellen. Nagyon fontos tulajdonsága a Quelexnek, hogy immár tudunk egy olyan tavaszi gyomirtószert ajánlani önöknek, aminek nincs utóvetemény korlátozása. És ahogy István is említette, nagyon fontos a rezisztencia törés szempontjából, hogy ami a két hatóanyag a Quelexnek a hatékonyságát adja, az két eltérő hatásmechanizmus csoportból származik. Itt ezen a dián szeretném bemutatni a Quelexnek a legfontosabb gyomfajok elleni hatékonyságát. Itt ugye jól ismert a katalógusainkból, kiadványainkból, hogy a négy kereszt az mindig a 95% fölötti hatékonyságot mutatja, tehát viszonylag szigorúak vagyunk a saját gyomirtószereink elbírálásánál is. Látható, hogy a legfontosabb gyomfajok ellen kiváló hatékonysággal rendelkezik a Quelex, de számos más gyomfaj ellen is 85-90%-os hatékonyságot tud. Ugye itt látszik ezen az ábrán egy szántóföldi kísérletnek az eredménye, nagyon erős gyomfertőzöttség esetén is tudja ezt a hatékonyságot biztosítani. Minek köszönhető ez a hatékonyság? Az egyik, ami a gerince a Quelexnek nevű terméknek, az a picolinsav származékok, az aril picolinátok közé tartozó Arilex márka nevű hatóanyag, a halauxifenmetil. Ez ugye egy auxin típusú herbicid, egy hormon, úgynevezett hormonbázisú csoportba tartozó hatóanyag. Kicsit eltérő a többiektől, teljesen más ez a hatóanyag, mint az eddig megszokott hormonbázisúak. És hát benne van a Quelexben a jól ismert flórazulám is, ami egy ALS gátló, és ennek megfelelően nagyon jó hatással, jó tartalmatással is rendelkezik. Valamint a Quelexbe tettünk még egy úgynevezett széfenert, ami a biztonságos felhasználást adja önöknek minden kalászos kultúrában. A felhasználásra vonatkozó legfontosabb technikai információ közül talán a dózis, ami kiemelendő, ahogy Borsos László is említette, rendkívül alacsony dózisban alkalmazható a Quelex nevű készítményünk, mindösszesen 50 g szükséges hektáronként a szinte tökéletes gyomirtó hatékonyság eléréséhez. Őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, valamint tritikálé kultúrákban van engedélye, és a bokrosodás kezdetétől a kétmúlúszos állapotig lehet kijuttatni. A kiszerelés, amivel a termelők rendelkezésére fogjuk bocsátani ezt a készítményt, az egy 100 g-os műanyag flakon, és ebből 20 darab lesz majd egy kartonban, és természetesen a korábban Trend néven ismert, az idei évtől Vivolt néven forgalmazott adalékanyagunkat adjuk mellé, hiszen granulátum készítményről van szó, a granulátumok mellé mindig kell adjuváns, ami a tapadást, a megfelelő hatékonyságot biztosítja ezeknek a formulációknak. És hát ugye Hornyák Attila előadásában hallottuk, hogy az egycikű gyomnövények azok sokszor nem is csak a jelenlétükkel okoznak gondot, hanem adott esetben azzal is, hogy nem veszük észre őket időben. Mi az, amit mi
tudunk mondani az egycikű gyomnövényekről, azon kívül, hogy oda kell rájuk figyelni. Ugye itt is pár szóval utalnék vissza a gyomfelvételezés eredményeire, hiszen továbbra is a nagy széltippan vezeti az első helyet, gyakorlatilag az egycikűek között a kalászosban. Zárójelbe tettem azt a hármas számot, ami azt jelenti, hogy az országos gyomfelvételezés összesített eredményeiben a kalászos kultúrában harmadik helyen áll. Tehát egycikű gyomnövényként a harmadik helyet foglalja el a fontossági sorrendben. De ide tartozik természetesen a vadzab, és ide tartozik most már az olasz perje is, amiről nagyon fontos tudni, hogy a 18. helyre jött föl a 114. helyről, ami azt jelenti, hogy ezzel bekerült a kalászosok 20 legfontosabb gyomnövényei közé. Beszélhetnénk a parlagjegycsek pázsitról, a rozsnokfajokról, taracbúzáról, és a néhol egyre nagyobb gondot okozó vékony egércsenkeszről is. A lényeg az, hogy az egycikű gyomnövények is tudnak nekünk meglepetést okozni. Ezek ellen mi egy Rexad nevű készítménnyel kívánunk az önök rendelkezésére állni. A Rexadnak a legfontosabb tulajdonságai, hogy az egyik legszélesebb spektrummal rendelkezik a piacon az egycikű gyomnövények ellen. Tehát az eddig elmondottak ellen, az eddig elmondott felsorolt gyomfajok mindegyike ellen tud kiemelkedő hatékonyságot biztosítani. Fontos tulajdonsága a Rexadnak, hogy alacsony hőmérsékleten is hatékony, tehát amint az időjárás lehetővé teszi, a csapadék viszonyok lehetővé teszik, ki tudunk menni tavasszal rögtön a területre, a hőmérséklet igénye az viszonylag alacsony a Rexadnak ahhoz, hogy működőképes legyen. És fontos tulajdonság itt is, ahogy a Quelexnél is említettem, hogy nincs utóvetemény korlátozás, nincs szalma korlátozás, tehát egy olyan új innovatív készítménnyel tudunk az önök rendelkezésére állni, ami magas hatékonysággal rendelkezik, megfelelően szelektív a búzára, és nincs különösebb utóvetemény korlátozás, nem korlátozza a felhasználását. Itt is bemutatnám a legfontosabb gyomfajokat, illetve szinte majdnem minden gyomfaj ellen a Rexad kiváló hatékonysággal rendelkezik, majd mindjárt elárulom a titkot, hogy minek köszönhető mindez, de itt is inkább az egycikűeket emelném ki, hiszen a Rexadnak ez a kiváló tulajdonsága a kétcikű gyomspektruma mellett, hogy az egycikű gyomfajok ellen is egy rendkívül jó stabil kontroll biztosít. Ugye itt a középső oszlopdiagramon kiemeltem a széltippan, a vadzab, a parlagi ecsetpázsit és a meddőrozsnok elleni hatékonyságot is. Az ellen a meddőrozsnok ellen is tudunk jó hatékonyságot biztosítani, ami ugye ritkábban jelenik meg, de általában a készítményeknek nagyobb fejtörést okoz. Itt látható egy fotó egy kísérleti területről, egy bemutató területről, ahol háttérben egy széltippan fertőzöttség látható, még nagy nyomás mellett is gyönyörűen tud dolgozni. És hát, hogy minek köszönheti mindezt ez a Rexad nevű készítmény, az természetesen továbbra is az Arylex, ami ebben a Rexadban is, készítményben is megtalálható. Megtalálható benne flóraszulám, és megtalálható a Rexadban az egycikű írtó hatékonyságot a géniuszból megismert, biztosító géniuszból megismert piroxulám. És természetesen a Rexad is tartalmazza azt a klokintocet savat, ami a szelektivitást biztosítja a búza kultúrákban. A legfontosabb technikai információk a Rexaddal kapcsolatban, de őszi búzában, rozsban és tritikáléban kapott engedélyt, 50 g per hektáros dózisban, tehát ez a készítményünk is szintén egy rendkívül alacsony kiutatott hektáronkénti mennyiségben már tökéletes gyomírtó hatást biztosít. Bokrosodás kezdetétől a két nódusos állapotig lehet a készítményt felhasználni. Ezen kívül tavaszi búzában is kapott még engedélyt. A tavaszi búza az nem olyan széleskörűen elterjedt kultúrnövény hazánkban, de vannak még tájegységek, ahol előszeretettel termesztik ezt a növényt. Ebben a kultúrában is tudunk a Rexaddal megoldást ajánlani a kétcikűek és az egycikűek kontrolljára. Ebben a növény, a kultúrában, tavaszi búzában viszont 40 g per hektár a dózisa a Rexadnak. Szintén 100 g-os műanyag flakonban fog forgalomba kerülni ez a granulátum, ugyancsak 20 ilyen kis flakon lesz egy kartonban, tehát gyakorlatilag egy doboz Rexad mellé egy doboz Vivoltot fogunk mi adni, és ez összesen 40 hektár kezelésére alkalmas mennyiség, hogyha nem bontjuk meg ezt a gyári csomagot. Ahogy Borsos László is említette a bevezető előadásában, nagyon fontos, hogy olyan új innovációkkal jöjjünk ki, illetve a Corteva olyan új
termékekkel jön ki a piacra, amik a környezetvédelmi normáknak is megfelelnek, hiszen ezek a készítmények átmentek a legszigorúbb uniós növényvédőszer engedélyeztetési szűrőn is. Az egyik, aminek ez köszönhető, a Rexad és a Quelex Arylex hatóanyagai és a benne lévő Safener, a másik ilyen tulajdonság pedig maga az a formulációs technológia, amivel ezeket a készítményeket, ezeket a hatóanyagokat formulációba öntöttük. Gyakorlatilag ez a GoDry nevű gyors oldódási technológia, ez jelenleg a legkorszerűbb granulátumgyártási eljárás. Ennek a granulátumgyártási eljárásnak köszönhető az, hogy ezek a termékek hideg, hűvös időben is jól működnek, hideg vízben is nagyon gyorsan beoldódnak, kijuttatás közben sincsen semmilyen ülepedés, semmilyen csapadék, és ez miatt nyilván a szórófej dugulásokkal sem kell számolni, mint néhány granulátum készítménynél. Tehát ez egy olyan korszerű formuláció, ami gyorsan beoldódik, hideg vízben is tökéletesen működik, hűvös időjárásban is hatékony, és a megfelelő borítást, permetlé borítást tudja biztosítani a jó eloszlással. Ennek a granulátumgyártási technológiának köszönhető továbbá az is, hogy ezekben a készítményekben magas hatóanyag koncentrációt tudunk elérni, ami nagyon fontos annak érdekében, hogy minél több hatóanyagot tudjunk betenni a granulátumba, tehát minél kevesebb úgynevezett inert anyagot, segédanyagot, vívőanyagot juttassunk ki a szántóföldekre, ami ugye általában egy formázási technológiánál, legyen szó akár folyékony, akár granulátum technológiáról, ez mindig elkerülhetetlen, viszont ennél a GoDry technológiánál ez megoldott. Ez miatt aztán alacsonyabb kiutatási dózist is lehetővé tesznek ezek a készítmények, és ezáltal, ahogy az eddig elmondottakból következik, sokkal alacsonyabb környezetterheléssel tudunk így dolgozni. Összefoglalva a kalászosokban a technológiai ajánlatunkat, ugye a két új készítményünk, a Quelex és a Rexad, ami mind a kétszikű, mind az egyszikű gyomokra nézve egy megfelelő hatékonysággal rendelkező megoldást tud önöknek adni, olyan formában, hogy mellette a rezisztencia kialakulásának a veszélyét is egy kicsit hátrébb vissza tudjuk szorítani, és ezáltal biztosítani a hosszú távú felhasználását ezeknek a készítményeknek. Természetesen az újdonságaink mellett, a Quelex és a Rexad mellett továbbra is rendelkezésünkre állnak, hogy klasszikust idézek, a régi motorosok, mind a Mustang Forte, mind a Columbus, mind a Genius nevű termékünk továbbra is elérhető a piacon. Én azt gondolom, hogy ezzel a széles gyomírtószer palettával, amit a Corteva AgriScience kínál a termelőknek a kalászosok tavaszi gyomírtására, ezzel mindenféle gyom problémára, mindenféle gyomosodási viszonyra egy megfelelően hatékony, hosszú távon alkalmazható megoldást tudunk önöknek nyújtani. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen a dr. Lukács Domonkos előadását. A kalászosok Magyarországon szinte minden fontos gyom problémájára külön-külön is hatékony megoldást nyújtó készítmények bemutatására. Itt a két újdonsága, a Quelex és a Rexad, az, ami talán a leginkább érdekes a számunkra, hogyan bővül mind az egyszikű, mind a kétszikű gyomok ellen a készítményeink tárháza, és hogyan tudunk újabb, innovatív megoldásokat biztosítani a gazdálkodók részére. Viszont a kalászos gabonák termését, és annak nem csak mennyiségét, hanem minőségét még egy tényező rendkívüli mértékben veszélyezteti, ez a kalászos gabonákban fellépő kórokozók problematikája, a levél és a kalászbetegségek. Kérem, tekintsük meg Lőrincné Izsányi Gabriella, a CPR Europe Kft. Növénykortani szakértőjének előadását a kalászosok kortani helyzetéről. Ha a növénykortani helyzetről beszélünk, feltétlenül foglalkozni kell az időjárási helyzettel, mégpedig a kalászos gabonák esetén ez az időszak az előző idén tekintve 2019. szeptember 1-től 2020. július 31-ig terjedő időszakot öleli fel. Az adatok alapján elmondhatjuk, hogy a
2019-2020-as téli időjárás az 1901 óta a harmadik legmelegebb téli időszaknak időszakként jellemezhető. Ezt az időjárási adatok, a felvetített időjárási adatok is alátámasztják, ugyanis látható, hogy a korábban tipikusan téli hónapnak számító február középhőmérséklete ebben az időszakban eltérően alakult a korábbitól, míg általában a januári középhőmérséklethez hasonlított ennek az időszaknak a hőmérséklete, addig az elmúlt évben ez inkább a márciusi középhőmérséklethez hasonlított. A csapadékot tekintve, a tendenciáját tekintve hasonlóak az egyes helyszíneken ábrázolt adatok, azonban a havi mennyiség tekintetében jelentős eltérések vannak. Általánosan úgy jellemezhető ez az időszak, hogy a szeptemberi és októberi szárazabb hónapokban kialakult helyzet gyakorlatilag sok helyen csökkentette vagy nehezítette a talajelőkészítések elvégzését. A következő hónapokban, a november-decemberben jelentősebb csapadék hullott, míg januártól májusig egy szárazabb időszak figyelhető meg, és a nyári hónapok közül a június és a július, amelyek a legcsapadékosabbak voltak. Ez a tendencia gyakorlatilag mindegyik helyszínen megfigyelhető. Ha összefoglaljuk ezeket az adatokat, elmondhatjuk, hogy tendenciájában hasonló a csapadékeloszlás, de eltérő mennyiségek alakultak ki a száraz időszak januártól májusig. Legtöbb csapadék november, december, június és július. Jellemző volt az enyhe téli időjárás és a februári középhőmérsékletek márciushoz hasonló értékének alakulása volt megfigyelhető. Ha kimentünk területre a koratavaszi időszakban, akkor a következőket láthattuk. Őszi árpában a biotróf kórokozók közül megjelent az árpa törperosda tünete az őszi árpa területeken. Ezeknek a tüneteit mindannyian jól ismerjük, azon kívül a nekrotróf kórokozók közül a levélfoltosságokat okozó kórokozók is képviseltették magukat, ezek közül meg kell említeni mindenképpen a rinhospóriumos levélfoltosságot, melynek jellemzetes tüneteit láthatják a diákon. Azon kívül az úgynevezett helmintosporiózis tüneteket okozó csoportba tartozó kórokozók láthatók ezen a dián. Ezek közül a biporális szolokiána és a dextéra teresz fajokat lehetett megfigyelni, de felhívnám a figyelmet a Drexilla graminea esetleges megjelenésére, amely jellegzetes levélcsíkosság tüneteket okoz, és a többitől eltérően védekezésbeli eltérés az, amit el fel kell hívni a figyelmet, hogy csak és kizárólag csávázással védekezhetünk a kórokozó ellen. A levélfoltosságot okozó Piranophora teres kórokozónak az utóbbi időben két megjelenési formáját figyelték meg az árpa állományokban. Két különböző tünettípus jelent meg, az egyik a klasszikus hálózatos foltosságot okozó Piranophora teres forma teres megjelenése, míg a másik a folt típusú tünetet kialakító Piranophora teres forma makulátának a megjelenése. A két kórokozó genetikailag nem különül el egymástól, életfolyamataik is hasonlóak, csak a megjelenési formájában különböznek egymástól. Ebben a koratavaszi időszakban áttérve a búza területekre, az ott megfigyelt kórokozók közül kiemelhetjük a gabonalisztharmat megjelenését, amely nem csak őszi búzában, hanem a őszi búzán kívül tritikáléban és rozsban is megfigyelhető volt a kórokozó megjelenése. A áttelelt leveleken ezen kívül a szeptóriás levélfoltosság tünetei jelentkeztek. A már említett száraz időjárás miatt azonban ez a kórokozó a későbbiek során nem tudott jelentős kárt okozni a száraz időszak miatt. A koratavaszi állomány ellenőrzések az első gombaölőszeres kezelések mielőbbi elvégzésére sarkalták a termelőket. Az ezt követő száraz periódus, ami körülbelül 6 hétig tartott, nem kedvezett a kórokozók további gyors felszaporodásának.
azonban a májusi esők megérkezése új lendületet adott a kórokozók felszaporodásához, még annak ellenére is, hogy időnként az átlagnál alacsonyabban alakultak a hőmérsékleti viszonyok. A száraz időszak végeztével, tehát a május hónapban több gabonafélében egy kicsit eltérő gomba populációt lehetett megfigyelni, ugyanis a koratavasszal tapasztaltak közül árpában gyakorlatilag az árpa-törperosda tünetei fejlődtek tovább, amelyek egyes helyeken az ászlós levélre is eljutottak, így jelentős fertőzést okozva, ahol a gombaölőszeres kezeléseket elhagyták a száraz időjárásra hivatkozva, ott gyakran több kórokozó is megjelent egy-egy levélen. Itt látható például a árpa törperosda és a lisztharmat együttes megjelenése egy levélen. A gabona lisztharmat árpán gyakran hiperszenzitív reakcióként látható elmosolott széri foltok formájában jelentkezik. Ezen a kórokozó nem sporulál, tehát járványtani szempontból nincs jelentősége, azonban bizonyítéként, ha ezt nedves kamrába helyezzük ezeket a leveleket, ott a sporuláció minden esetben megindul, tehát él a kórokozó. Tovább folytatva a levélfoltosságot okozó kórokozók helyzetét őszi árpában, megállapíthatjuk, hogy egyes állományokban kevebb fertőzéseket is meg lehetett figyelni. Erre egy nagyon jó példa a dián látható tünetegyüttes, amely során több kórokozó jelenléte is igazolódott, mégpedig nedveskamrás inkubálást követően mikroszkópi vizsgálattal két kórokozót figyeltünk meg ezeken a fertőzött leveleken. Egyrészt a Pyrenophora teres, másrészt a Ramularia collocigni megjelenése volt igazolható. A Ramularia collocigniről egy picit bővebben több információt szeretnék adni. A kórokozó már több mint 100 éve ismert a növénykortanosok körében, de csak az utóbbi 30 évben került újra reflektorfénybe. A különböző vizsgálati módszerek fejlődésével itt is lehetőség nyílt arra, hogy mélyebben vizsgálják ezt a kórokozót. A jellemző tünete a fonáki részen kialakuló fehéres micéliumtömeg kialakulása, és a mikroszkópban jól látható hattyúnyagszerű konidiumtartóknak a megjelenése és az azon lefűződő spórák. A kórokozóról érdemes tudni, hogy vetőmaggal terjed, terméscsökkenés, minőségromlást okoz, ami fontos, hogy a tünetek túlnyomó részt a virágzás után jelentkeznek. Ezért, hogyha a termelő már csak ekkor veszi észre a problémát, akkor már a védekezésrehez késő van. Tehát itt van jelentősége a tervezésnek, hogy időben elvégezzük ezt a védekezést. A vizsgálatok azt igazolták, hogy a fertőzött vetőmagból kifejlődő növények már a korai növényekből már a korai időszakban kimutatható a kórokozó, anélkül, hogy ezek bármilyen tüneteket okoznának. A későbbiek során azonban az elhagyt leveleken látható tünetek jelennek meg, és ezen a kórokozó szaporító képletei megjelennek. A hatékony védekezési időpont az a BBCH 45-49-es fenológiai stádium, ami a kalász hasban stádiumot jelenti, tehát a kalász fejlődés időszaka az, amikor még a kalász nem jelent meg, de ugye fejlődik tovább. Ebben az időszakban érdemes védekezni, és hatékonyan is védekezhetünk ez ellen a kórokozó ellen. Áttérve a búza állományoknak a május hónap során kialakult kórokozó együttesére, azt állapíthatjuk meg, hogy azokban az állományokban, ahol monokultúrás gabonatermesztés folyik, megjelent sok helyen a Pyrenophora titici repentisnek a tünetei, amely a képen láthatóan mikroszkopos vizsgálattal is igazolásra került. A búzában előforduló biotróf gombák közül meg kell említeni a sárga rozsdát és a vörös rozsdát, amelyek a sárga rozsda esetében az utóbbi években egy visszaesés
jött létre a fertőzés tekintetében. Igazán érzékeny fajták fertőződtek, azonban azt is ki kell emelni, hogy a búzán kívül a tritikáléban is megjelentek a tünetek, a sárgarozsda tünetei. A másik a vörösrozsda, amely szintén jelentkezett az állományokban, és itt is a védekezések elmaradása miatt akár az ászlós levélen is súlyos fertőzést okozhatott a kórokozó. Tehát hangsúlyozom, hogy ezek is egy késői megjelenés eredményeként jöttek létre. Ugyancsak a virágzás időszakában kell figyelni az időjárás alakulását, ugyanis a csapadékos, hűvös időjárási viszonyok között jelentős károkat okozhatnak a különböző fuzárium gombák az őszi búza állományokban. Ezeknek a tüneteit lehet látni a képen. Legnagyobb kárt a kalász fertőzéssel okozza, amely során a terméskiesés vagy akár a gombák által termelt magas toxintartalom okozhat problémát a későbbiekben. És összefoglalva, hogy az előbb elmondott kórokozókkal ellen milyen módon is védekezhetünk, ugye attól függően milyen kórokozóról van szó, mindenképpen figyelembe kell venni, hogy vannak olyan kórokozók, amelyek ellen csak csávázással védekezhetünk, ugye amelyek vetőmaggal terjednek. A másik három időpont, a T1-es időpont, ez bokrosodás végén szárbainduláskor, aztán két szárcsomós állapottól zászlós levél kiterüléséig egy második időpont, amikor védekezésre van lehetőség, és a harmadik időpont, ami kifejezetten a kalászvédelemre irányul, ez a kalászhányástól a virágzás végéig terjedő időszak. Fontos megjegyezni, hogy ha már védekezünk, akkor figyeljünk oda a kiuttatás technikára, megfelelő fedettséget biztosítsunk a permetlével mind a lombozaton, mind a kalászok felületén, és a kémiai védelem mellett koncentráljunk az agrotechnikai lehetőségekre is, amely során megfelelő fajta választással kevésbé érzékeny fajtákat tudunk termesztésbe vonni, vetésváltással a felhalmozódott fertőzőanyag mennyiségét tudjuk csökkenteni, ugyanez vonatkozik, ha megszüntetjük az árvakeléseket, akkor itt is a fertőzési lánc megszakítását biztosítjuk gyakorlatilag, és a növényi maradványok beforgatása szintén egy fertőzőanyag csökkenési módszer lehet, amelyet érdemes felhasználni a kémiai védekezés mellett. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük Lőrincné Izsányi Gabriella kórtani összefoglalóját. A kalászos gabonákban a kórokozók nem csak mennyiségi termésveszteséget okozhatnak, hanem élelmiszerbiztonsági kérdéseket is felvetnek. Igen, ugye nagyon fontos egyértelmű a fuzárium fertőzésnek a kontrollálása, amit hát egy évjárat függvényében kisebb-nagyobb sikerrel el tudunk végezni, de hogyha valaki kontrolláltan védekezik, akkor mindenképpen fontos, hogy többszöri kezelést, ahogyan az előbb is láthattuk, több kezeléssel védekezzünk, és olyan technológiával, ami nem csak a kalászfuzáriumra, hanem a levélfuzárium ellen is véd. Tehát ezzel fel tudjuk építeni a védekezésünket a lehető legmagasabb szintre. Ugye a Corteva nemzetközi díjat is nyert már egy olyan applikációval, ahol a táblától az asztalig címmel fejlesztett egy mobil applikációt, és remélhetőleg ugye ez majd Magyarországra is bevezetésre kerül ez a kis segédeszköz, amivel tovább tudjuk figyelni azokat a lehetőségeket, hogy mit és hogyan teszünk, hiszen a kalászosnál az asztalra kerül a kenyér, és a kenyérbe levő toxintartalom az lehetőleg nulla legyen, ehhez pedig kollégánk fog majd egy jó megoldást mutatni, hogy mivel lehet ezt megtenni. Igen, fel is kérjük a továbbiakban Bálint Sándort, a cégünk fungicid és inszekticid termékmenedzserét, hogy a kalászosok védelme akár élelmiszerbiztonsági kitekintés szempontjából nem csak a levél, hanem a kalász betegségek elleni ajánlatunkat ismertesse. Köszönöm. A magaszintű kalászos gabona termesztésnek egyik tartó oszlopa a kultúrnövényt károsító kórokozók, kártevők elleni hatékony védelem megvalósítása. Az előző előadásban már egy nagyon részletes és széleskörű áttekintést kaphattunk a Magyarországon jelenlévő kórokozók köréről, kártevők
köréről, és azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni. Hogyha tovább lépünk, akkor én három csoportba osztottam a Magyarországon megjelenő gabona kórokozókat, illetve betegségeket. Az első csoportba a csártű betegségek tartoznak. Magyarországon ez egy sajátosság, hogy az évek többségében nem okoznak problémát, viszont egyes évjáratokban, egyes országrészekben időnként előkerülnek, és jó, ha tudjuk, hogy van a palettán olyan készítmény, amellyel hatékonyan léphetünk fel ellenük. A fő védekezési időszak első lépése a lombot károsító betegségek elleni védekezés. Itt természetesen jól ismert betegségeket láthatnak ezen a felsoroláson. Én kivastagítottam azoknak a nevét, amelyekre a gyakorlat a védekezéseket általában irányítja. A súlypontját a gabonakórokozók elleni védekezésnek mindig a kalászhányás, a kalász és a virágzás időszaka jelenti, amiben egy menetben, egy lépéssel képesek vagyunk megteremteni a biztonságát a kalásznak és a zászlós levélnek is. Arra felhívnám a figyelmet erről a felsorolásból, ami megint egy, úgy gondolom, egy specialitása a magyarországi betegség dominancia viszonyoknak, hogy mindhárom csoportban ott van a fuzárium, és nagyon fontos ennek a nyomon követése. Ez azért nagyon lényeges, mert amikor a gyakorlat elvégzi a kezelést, ugye ez a diagram azt mutatja, hogy a nagyon szépen látszik rajta, hogy a legnagyobb területen a gabonában a gombaölőszereket a kalászhányás virágzás időszakában juttatják ki. A másik csúcs ugye az első időszak, amikor a kezdeti lombfejlődésre időzítünk, és egy kisebb felhasználási terület a zászlós levél védelmére irányul. Ez nagyon fontos kérdés, mert a kalász, illetve a lombvédelem a kalászosainkban a sikeres technológia alapja. Amikor végignézzük a technológiát, eszünkbe kell jusson, hogy az a régi összefüggés, hogy a hatékony lombvédelem a termésnövelésnek az egyik kulcskérdése. Hogyha meg tudjuk védeni a károkozástól, a kórokozóktól az egészséges lombozatot, akkor hatékonyan tudjuk emelni a hozamot. Természetesen ennek egyik alapvető feltétele az, hogy ne legyen hiányban sem a tápanyag, sem a víz emellett. Erre a célra a Corteva ajánlatában mi egy kombinációt javasolunk, ami az Optimo Care és a Thalius kijuttatását jelenti. Ez az az időszak, amit a sok gazdálkodó az időzítésben sokszor feltesz kérdést, hogy mikor történjen meg ez a kezelés. Ugye általánosságban azt mondjuk, hogy a szárba indulás elejétől 2, esetleg 3 nódusos állapotban történjen meg ez a kezelés kijuttatása. Ezt a kombinációt mi tankeverékben javasoljuk kipermetezni. Azért fontos az időzítés, mert a tartamhatása igaz, hogy nagyon hosszú, de azért nagyon fontos odafigyelnünk, hogy ez a tartamhatás biztosan elérjen a kalászhányás időszakáig, amikor is már tudjuk a következő lépést, a kalászvédelmi kezelést megvalósítani. A tartamhatás nagyon hosszú olyan szempontból is, hogy a két terméknek különböző karaktere van ebben a kombinációban. A Thalius például egy 6-8 hetes tartamhatást képes produkálni lisztharmat fertőzés ellen, és emellett az Optimo Care, mint egy más karakterű hatóanyag, pedig a többi fontos lombbetegség ellen hatékony védelmet képes biztosítani. A Thalius nem csak a lisztharmat ellen hatékony, hanem a fuzárium ellen is aktív a benne lévő prokvinazid hatóanyag. Az Optimo Care pedig egy strobilurin karakterű készítmény, a benne lévő pirakrostrobin egy kiváló gombaölőszer, ami amellett, hogy egy leállítja a gombák légzését, egy nagyon pozitív élettani hatással is rendelkezik, a strobilurin hatóanyagokhoz hasonlóan, és ezáltal képes a kultúrnövény tápanyag beépítő folyamatait felgyorsítani, hozzájárulva a további hozamnövekedés lehetőségéhez. És ez az a kezelés, ami a sikeres kalászvédelem alapja. Miért is? Azért, mert a kalászvédelemben az egyik fő célpontunk a kalászfuzáriózis megelőzése, és azt tudnunk kell, hogy a fuzárium legnagyobb részben a talajszintről halad fölfelé terjedve a kalász irányába, és hogyha olyan technológiát, olyan kombinációt alkalmazunk halomvédelemre, amely képes ezt a felfelé haladó folyamatot meggátolni, mint például az Optimo Care Thalius kombináció, akkor megágyazzuk a hatékonyságát a sikeres kalászvédelemnek.
A kalászvédelem a fókuszában van a gombaölőszeres technológiai kezeléseinknek, erre a célra a Virtuóz nevű készítményünket javasoljuk. A Virtuóz nagyon megbízható szántóföldi hatékonyságot mondhat magáénak, ezt hosszú évek tapasztalatai alapján biztosan kijelenthetem. Egy rendkívül komplex hatású, egy komplex, flexibilis készítményről van szó, amely különleges hatásmódú komponenseket vonultat fel. A kalászvédelemben három hatóanyag működik együtt. Mind a három hatóanyagnak van aktivitása a fuzáriózis ellen, és ezt külön szeretném kiemelni, hogy a piacon kapható egyéb három komponensű gombaölőszerektől eltérően a Virtuózban mindhárom komponens eltérő kémiai csoport tagjait tartalmazza. Tehát ez a sokoldalú, rendkívül flexibilis hatékonyság ennek is köszönhető, és azért nagyon megbízható a hatékonysága a szántóföldön ennek a készítménynek, mert az eltérő évjáratok, eltérő időjárási körülményekben felmerülő eltérő dominancia viszonyok a betegségek között ugyanolyan jól kontrollálhatók ezzel a három különböző karakterű hatóanyaggal minden körülmények között. A Virtuózban lévő három hatóanyag különböző tulajdonságokkal rendelkezik. Itt csak három különböző, illetve egyféle szempontból mutatom meg a különbözőséget. Az egyik komponens felszívódó, a másik lokálisan felszívódó tulajdonságú, a harmadik a prokvinazid pedig gázosodó. És itt álljunk meg egy pillanatra, a gázosodó tulajdonságú fuzárium ellen hatékony komponens teszi igazán különlegessé a Virtuóz nevű gombaölőszerünket. Miért is fontos ez az egyedi gázosodó tulajdonság? Azért, mert a gabona kalász védelmében eszünkbe kell mindig jusson, hogy a kalász egy rendkívül bonyolult felépítésű növényi szerv. Nem olyan, mint a levélzet, ahol azt mondhatjuk, hogy egy felszívódó hatóanyagot kipermetezve szépen a nedváromlással majd eláramlik a kezeletlen részekbe is az aktív hatóanyag. A kalászban ez a nedváromlás teljesen más utakat követ, egy nagyon bonyolult áramlási rendszere van a gabona kalásznak. És a fuzárium fertőzés bárhol megtapadhat a mikroszkopikus méretű fuzárium spórák, akár a pejva levelek közébe juthatnak, akár a kalászorsó mellé, és ezért nagyon fontos, hogy a prokvinazid aktív hatóanyagként fuzárium ellen gyakorlatilag mindenhova képes eljutni a kalász felépítő kis részekbe, és mindenhova oda tudjuk juttatni a hatóanyagot. Ez azt eredményezi, hogy az aktív hatóanyag tud találkozni a kórokozóval, tehát létrejöhet a gombaölő hatás. És gondoljunk bele, hogy minden kalászon ezt tudjuk biztosítani, ezt a gázosodó tulajdonságot, és mindenhova oda tudjuk juttatni az aktív hatóanyagot. Ez teljesen különleges hatás az egész növényvédőszer piacon, amit a Virtuóz nevű készítményünk fel tud mutatni. Ennek köszönhető, hogy egy nagyon megbízható, stabil hatékonyságot tudunk mellé tenni a Virtuóz nevű készítményünk mellé. Nagyon stabil a teljesítménye, ez azonban nem csak az összetételen múlik. Az időzítésen rendkívül sok múlik, és egyéb más technológiai tényezőkön, mint a kijutatás technika például. Itt most az időzítés fontosságát szeretném kiemelni, mégpedig azt, hogy a Virtuózhoz hasonlóan minden készítményt a direktbe a kalászra célszerű rápermetezni. Tehát a képen látható fenológia jelenti a kezdetét a hatékony kalászvédelem időzítésének, amikor már az aktív komponenseket rá tudjuk direktben juttatni a kalászra. Ezt az előbb ismertetett technológiai sort, ezt a két kezelést kereskedelmi forgalomba is hozzuk, Virtuóz Trio P kereskedelmi csomag néven. Ez minden kereskedő partnerünknél hozzáférhető önök számára, és ez a technológia az, ami minden esetben nagyon jó hatékonyságot tud felmutatni. A Virtuóz Trio P hatékonysága rendkívül látványos. Ugyanazon a napon készült két képpel szeretném illusztrálni ennek a kiválóságát, ennek a gombaölőszeres technológiának a kiválóságát. 20 hektáros egységben kapható a kereskedelmi forgalomban, amelyben mind a három termék megfelelő mennyiségben helyet foglal. A Virtuóz Trio P egy teljes körülvédelmet képes biztosítani tavasztól aratásig, elkerülhető a minőségi és mennyiségi veszteség, az összetevők bizonyítottan jók, tehát nagyon sokszor kipróbált komponensekről van szó, ezáltal egy megbízható technológiát ajánlunk mindannyiuk számára.
Összefoglalásképpen mutatnám a Corteva kalászos gabona növényvédelmi ajánlatát, amelyben most a lila nyilakkal jelzett termékekről beszéltem, és így azt gondolom, hogy egy nagyon ütőképes és nagyon sokoldalú technológiát biztosíthatunk az Önök számára. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük Bálint Sándor előadását a kalászosok levélszár és kalász védelmi gombaölőszer ajánlatunkról. Ahogy összefoglaló diáján bemutatta, nagyon összetett, sokrétű védelemmel, különböző készítményekkel szolgálunk a kalászosok gyomosodása vagy kortani problémái ellen. A szakmai előadások végeztével végül, de nem utolsó sorban szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Corteva forgalmazásában kapható kiváló Pioneer kukorica és napraforgó vetőmagok mellett növényvédelmi készítményeinket is kedvezménnyel vásárolhatják meg partnereink. Szeretném felhívni a figyelmet a Corteva technológiai bónuszprogramjára. A Corteva technológiai bónuszprogram során a vetőmag és a növényvédelem egységében biztosak vagyunk, hogy így érhetjük el egy meghatározott technológiai programmal a legmagasabb termést a legmegbízhatóbb megoldásokkal. Ennek megfelelően a vetőmag kínálatunkra is kedvezményeket tudunk nyújtani partnereink részére. Valamint kedvezménnyel tudjuk biztosítani a gyomirtószereinket, vagy a ma bemutatott gombaölőszer készítményeinket is, valamint még a nitrogén menedzsmentben használható Enlock termékünket. Ugyanakkor, hogyha ezeket a termékeket, vetőmagot és növényvédelmi készítményeket, vagy különböző növényvédelmi technológiai elemeket egy integrált technológiában alkalmaz valaki, akkor még egy további technológiai bónusz kedvezményt is biztosítunk a részére. Mit jelent ez a kalászosokban? A kalászosokban 7 különböző gyomirtószerünk szerepel, amely részt vesz ebben a kedvezményprogramban. Valamint, ha ehhez még a most megismert Virtuóz, illetőleg a Virtuóz Trio P kereskedelmi csomagot is hozzáveszünk, akkor összességében 12 különböző technológiai elemet, technológiai megoldást lehet választani, amelyre kedvezményt nyújtunk partnereinknek. Mi ennek a feltétele? A részvételi feltétele nem jelent mást, mint egy vásárlási szándéknyilatkozat megkötését, amelyet a kereskedelmi értékesítő kollégáinkkal, szaktanácsadó agronómusainkkal kell rögzíteni, amelynek a határideje a vetőmagok esetében március 11-e, a növényvédelmi készítmények esetében pedig május 15-e. Ennek a vásárlási szándéknyilatkozatban rögzített mennyiségnek a megvásárlása, ha megtörténik június 30-áig, akkor erről kérjük a vásárlást igazoló számlamásolat beküldését, melynek a határideje pedig július 30-a. Kérem, a további információikért keressék kereskedelmi képviselőinket, szaktanácsadó agronómusainkat. A mai előadásban, a nyitó programunkban már szó esett az AgroAssist applikációról, amely egy olyan megoldást, egy kényelmi szolgáltatást nyújt, amelyben a különböző csapadék vagy agronómiai munkákat egy digitális asszisztens a mobiltelefonunkon, a zsebünkben, akár a mindennapi munkánk során tudja rögzíteni. Mik is ezek? A legegyszerűbb, hogyha a csapadékadatokat nézzük, a legfőső ábra részen láthatjuk, hogy mennyi csapadék hullott a mai napig, ami jól mutatja, hogy a tenyész időben hogyan biztosítja a nedvességet a növényeink fejlődéséhez a természet. Ugyanakkor ezt összehasonlíthatjuk az előző években mért átlagos minimum, az átlagos szint, vagy az átlagos maximum elért csapadék szinthez, és látjuk, hogy ez az év, vagy ez a tenyész időszak, ez mennyire száraz, indokolta például egy adott területen az öntözés ebben a technológiában. Ugyanakkor ebben az applikációban tudjuk rögzíteni a különböző agronómiai műveleteinket, ki tudjuk választani, hogy milyen fajtát vetünk az adott táblában, rögzíteni tudjuk akár a növényvédelmi tevékenységeket, vagy a kártevők előrejelzését is.
ennek az applikációnak az alkalmazásával megfelelően tudjuk alkalmazni azokat az információkat, amelyeket a webes applikációból akár egy exporttal, egy táblázatban ki is tudunk exportálni magunknak, és fel tudjuk használni a későbbiek során. Ebben az információban természetesen minden a rendelkezésünkre áll, ahogy egy mobil applikáció lehetővé is teszi. Nem tudom, mi az, amit még erről az applikációról el kell esetleg mondanunk? Hát ugye személyesen vettem részt a fejlesztésében még az előd applikációnak, ugye, ami még a Pioneer keretein belül történt. Úgyhogy egy személyes kedvencem is ez az applikáció. Én mindenkinek azt javaslom, hogy használja, hiszen a zsebben hordott mobiltelefonnál ugye ezt a technológiát bármikor elő tudja venni. Amikor kint van a területen bármilyen olyan információ, amit szeretne lejegyzetelni, itt megteheti, és a későbbiekben elérhető a számára, és ez egy olyan biztonság, amivel megint csak azt lehet mondani, nem kell keresgetni utána a papírokat, vagy a különböző noteszeket, hogy mit is, hova is írtam, és mit is csináltam, hiszen itt egyben meg lesz az egész rendszer. És hát természetesen ugye a tavaszi vetési időszak, ami nem sokára majd elindul, ugye a talajhőmérséklet erőlejelzéssel is egy újabb szolgáltatást nyitunk, ami minden évben eddig is megtörtént, és láthatjuk azt, hogy a vetési időszakban mikor kell elkezdeni a vetést, hogy az is optimális időbe kerüljön. És hát ezen az applikáción keresztül azok az információk, amik aktuálisak éppen, ezt el tudjuk juttatni, tehát egy ilyen mindennapi használatra ajánlom ezt a kis mobil applikációt. És ez az applikáció, ez táblaszinten, ha nem is pontosan, az adott tábla belsejében méri, de országos mérőhálózathoz csatlakozik. Így van, ugye 86 meteorológiai állomásnak az adatait tudja letölteni bárki, aki amikor beírja a táblát, föl fogja adni ez az applikáció a közelben levő meteorológiai állomásokat, ki tudja választani azt, ami az ő számára a legkedvezőbb. De természetesen, hogyha csapadék adatokat saját maga szeretne bevinni a rendszerbe, ezt is meg tudja tenni, és a későbbiekben vissza is tudja nézni, akár havi nézetben, akár tenyészidőszakban, akár éves bontásban, akár napi szinten, heti bontásban, hogy mikor mennyi csapadék hullott a területre. És hát akár ugye beszéltünk róla régebben, hogy akár arra is érdekes ez a technológia, hiszen a történelmi maximum, minimum és átlag csapadék mennyiségek is benne vannak a rendszerben, hogy egy segítséget adjon ahhoz, hogy körülbelül milyen termésszintű lesz majd abban a táblában, vagy azon a területen, ahol valaki gazdálkodik, az ő eredménye, hiszen a sok éves tapasztalata, ami neki megvan, és az ő adataiból tudja azt, hogy melyik évjáratban mennyire csapadékos az évjárat az átlaghoz képest, vagy mennyire száraz, azt is be tudja lőni, hogy akkor körülbelül milyen termés átlagokra számíthat, amivel aztán a későbbiekben azt is meg tudja tenni, hogy akkor most mekkora mennyiségű terményt ad el egyből a betakarítás után, vagy mennyit tárol be. Tehát erre is lehet használni ezt a technológiát. Nem fogja megmondani senkinek, hogy mekkora lesz a termése természetesen. Ehhez mindenkinek a helyi tapasztalata is kell. De egy jó támpont, egy segéd, mankó lehet abban, hogy valaki lásson előre, hogy körülbelül mire is számíthat. Tehát érdemes letölteni ezt a mobil applikációt a telefonokra, és kérem használják azokat a digitális szolgáltatásokat, amelyek ebben az applikációban rejlenek. A termés becslésre lesz majd még további fejlesztésünk, tehát az év során majd jelentkezni fogunk ezzel is, hogy milyen módon tudjuk pontosabban előrejelezni, hogy milyen termés várható egy-egy adott táblában. Én úgy gondolom, hogy a mai megbeszélésünkön nagyon sok új innovatív termékkel, új megoldással, hatékony technológiai elemmel sikerült megismertetni nézőinket. Én bízom benne, hogy a konferencia valamennyi résztvevője gazdagította ismeretekkel a mai program során a tudását, és a gazdálkodás szempontjából hasznosnak találták programunkat. Elismerésemet és köszönetemet szeretném kifejezni beszélgető partneremnek, Borsos László
a Corteva AgriScience ügyvezetőjének, kollégáimnak, a külső felkért előadóknak, valamint a technikai személyzetnek a mai program zökkenőmentes lebonyolításáért. Köszönöm valamennyi résztvevőnek, aki beregisztrált és csatlakozott online előadásunkhoz. Remélem, hogy megfelelő hang- és képminőségben tudták élvezni mai programunk közvetítését. Kívánom mindannyiunknak, hogy sok jó hasonló közös programban legyen még részünk. Kérem, ne feledjék, hogy tavaszi online konferencia sorozatunk folytatódik. A következőkben február 11-én, fókuszban a Repce programmal holnap után fogjuk folytatni programunkat. Kérem, hogy csatlakozzanak majd ismét hozzánk. Várjuk Önöket a következő Zoom konferencián. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!